Sziasztok! Ebben a videóban arra fogok nektek mesélni, hogy milyen fényképezőgépet érdemes vásárolni. Ez a videó azért készült el, mert láttam Horváth Dániel barátomnak a videóját, ami arról szólt, hogy milyen fényképezőgépet vegyünk. Ő fotózásról beszélt, én pedig most videózásról szeretnék mesélni. Nem szeretném megmondani nektek, hogy ti milyen kamerát vegyetek, vagy mi a piac legjobb fényképezőgépen videózásra, viszont el tudom nektek mesélni, hogy az évek alatt én milyen kamerákat használtam, és mik a tapasztalataim. Nagyjából 5 éve kezdtem el videózni, amikor feljöttem Budapestre, az egyetemre, és a Sony telefonommal szerettem volna videókat forgatni a családnak, és fotókat készíteni. Eltelt több hónap, és akkor még Casey Neistatnak a videóit néztem, és nagyon inspirálva lettem, mint sok ember a világon. És meg szerettem volna az első kamerámat venni, ezt pedig megvettem a saját spórolt pénzemből. Ez akkor nagyjából 130 000 forint volt, használtam a Canon 700D. Mindenképpen kiajtható kijelzős kamerát szerettem volna, jó autofókusszal és szép színekkel. És mindenképp egy olyan kamerát akartam vásárolni, ami viszonylag népszerű, tehát a használt piacon is elérhetőek belőle. És megvettem életem első kameráját, Canon 700D-t. Rengeteg fotót készítettem, videóztam folyamatosan a kollégiumba, mini projekteket el tudtam vállalni, mert megkerestek, mert hogy én vagyok Drevenyák Dávid, aki akár videót is tud olcsón esetleg ennek a kis vállalkozásnak csinálni. És ez a 130 000 forintos érték nagyon hamar megtérült, akkor tehát 5-6 munkából az ember ott van, hogy igazából megtermelte a kamerának az árát. Viszont nem estem abba a hibába, hogy egyből egy új objektívet vettem, vagy ezt vettem, vagy azt vettem. Nagyon sokáig a kit objektívet használtam, és talán édesapámtól kaptam karácsonyra egy fix objektívet, amit használtam ezzel a kamerával. És ez nagyon is elég volt, nagyjából 3 évig YouTube videókat készítettem vele, kisebb utazásokra mentem el vele, tehát nagyon kis tartós kamera volt, és nagyon szerettem, mert piszok egyszerű volt használni. Viszont, ahogy mondtam, 3 év után váltani szerettem volna, és egy kicsit komolyabb kamerát szerettem volna, és mindenképp tükör nélkülit. Azért szerettem volna a tükör nélkülit, mert rengeteget utána néztem, hogyha egy tükör nélküli kamerát veszel, akkor sokkal több manuális objektívet rátehetsz. És már akkor gondolkodtam azon, hogy mindenképpen olyan felszerelést szeretnék, amit pénzügyileg saját magam el tudok tartani, és a már meglévő édesapámnak a régi vintage objektíveit rá tudjam tenni erre a kamerára. És így is lett, megvettem életem második kameráját és első tükör nélküli kameráját, a Sony Alpha 6300-at, amit nagyon szerettem, lassítani tudok vele, 4K-ban tudok rögzíteni, és autofókusza van, ami piszok jó volt, hogyha olyan objektível használtam. Utaztam vele, és rengeteget, tehát rengeteg órát beletettem ebbe a kis kamerába, és rájöttem arra, hogy nekem egy professzionális videókamera kell, mert rengeteg videót készítek, és nem szeretnék küzdeni a kamerával, mivel alapvetően a Sony Alpha 6300-at arra használtam, amire nem való, hosszú videózásokra. Tehát túlmelegedési problémák, gyenge akkuidő és hasonlók azért előjöttek, és nem autofókuszos objektíveket használtam, hanem manuálisakat, tehát így teljesen okafogyott volt maga a váz. Ezért tavaly megvettem az első videókamerámat, a Blackmagic Pocket Cinema 4K kamerát, ami egy ízig-vérig videós belépőszintű kamera, rabba tudok rögzíteni, jó menürendszere, napokon keresztül tudok vele videót felvenni, 4K-ban 75 fps-sel tudok rögzíteni. Azért volt szükségem nagyjából erre az 1 milliós beruházásra, mert mindenképpen rabba szerettem volna rögzíteni, és reklámokat szerettem volna készíteni, ezért pedig olyan fájlokra van szükségem, ami könnyen manipulálhatóak az utómunkában. És nagyjából ezzel a kamerával elkezdtem a saját videóimat forgatni YouTube-ra és megrendelésre. És a legnagyobb meglepetésre nagyon jó felvételeket készít, és nagyon jól tudok vele dolgozni, tehát teljesen beleillik a vállalkozásomba ez a kamera. Megbízható, és szerintem megéri az árát. Viszont eltelt több hónap, és hogy lássátok a vállalkozásomba, ugye megrendeléssel mini reklámokat, image videókat, interjúkat készítek, viszont YouTube-ra is vannak folyamatosan megrendeléseim, amikor megrendelő szeretne a termékét elhelyezni az egyik videóba, szeretné támogatni az egyik videót, ezek mind előfordulnak. Viszont arra jöttem rá, hogy a YouTube videó forgatásokhoz egy sokkal letisztultabb, sokkal egyszerűbb setupra van szükségem, mint itt bekábelezni az egész kamerát, külső monitort rárakni, és rengeteg meló, amivel már nem lesz számomra annyira autentikus egy YouTube videó. Viszont az elmúlt 2 hónapban elkezdtem kipróbálni a Sony-nak az új Alpha 6600-as kameráját, aminek kihajtható kijelzője van most már, és beépített képstabilizátorja, ami számomra nagyon fontos, hogyha egy kis setup-al szeretnék menni forgatni, akkor eldönthetem, hogy autofókusszal megyek, és nagyon gyorsan, nagyon könnyen tudok mozogni, vagy egy nagy felszerelést viszek. Ez nyilván nagyobb projektekre lesz elég, ez meg nyilván kisebb projektekre és a saját YouTube videóimra, ahol nem szeretnék hatalmas setupot. De itt van pár tanács azzal kapcsolatban, hogy hogyan spórolj pénzt, és hogyan vásárolj olyan fényképezőgépet, amit videózásra fogsz használni. Mindenképpen próbálj a ismertebb gyártók közül választani, mivel hogyha használt piacra mész, mindenképpen több terméket tudsz belőlük találni, és hogyha te később el szeretnéd adni, akkor biztosan több érdeklődés lesz rá. El kell dönteni, hogy autofókuszt szeretnél használni, vagy manuális fókuszt. Hogyha manuálisan szeretnél saját magad élet állítani, akkor rengeteg opció van erre, adapterekkel és régi vintage objektívekkel, amiket nagy valószínűséggel rá tudod tenni a tükör nélküli fényképezőgépekre. És fontos az, hogy megbarátkozz a menürendszerrel, próbáld ki a terméket vásárlás előtt, kérj kölcsön valakitől, vagy menj be a boltba, tapogass meg ezeket. Rengeteg opció van erre. És rengeteg YouTube videót nézd meg, és rengeteg cikket olvass el a kamerával kapcsolatban. Nézd meg, hogy mi a jövője a terméknek, milyen árpalettában van, és mik a következő termékek, amik kiszoríthatják ezt. Remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha sokkal részletesebben szeretnél hallani tanácsot, hogy hogyan vásárolj fényképezőgépet videózásra, akkor a leírásban megtalálod a podcastemet, amin elég hosszú időt eltöltök és elmagyarázom pontosan, hogy hogyan érdemes venni fényképezőt és mit érdemes venni. Remélem tetszett nektek ez a videó, én Drevenyák Dávid voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!